Az aranypálca. Volt egyszer, hol nem volt, volt egy öreg király és annak három fia. Egyszer a fiúk megegyeztek, hogy elmennek világot látni, hárman, három felé. A legidősebb fiú napnyugatnak ment, aranyfákról aranyleveleket akart szedni. A középső észak felé indult, hogy minél több drága követ gyűjtsön. A legkisebbnek azonban nem kellett sem az arany, sem a drága kő. Elment a tengerhez, hajóra szállt, hogy messze világot lásson. Már egy esztendeje hajóztak a nagy tengeren, élelmük is mind elfogyott, majd éhen haltak, amikor végre meglátták a partot. Nagy volt az örömük. A kis királyfi partra szállt, hogy élelmet keressen a hajósoknak. Addig ment, ment éhesen, fáradtan, míg egy sziklánál összeroskadt, és elaludt. Arra ébredt, hogy egy gyönyörű tündérlány keltegeti. Hát te, hogy kerülsz ide? Kérdezte a tündér. A királyfi sorra elmesélte neki mindazt, ami velük történt. Gyere az édesanyámhoz, a tündér királynőhöz, hívta a tündér. Ő majd ad enni neked is, meg az embereidnek is. El is mentek a kedves hívásra. A tündér királynő szívesen fogadta őket, elővett egy rózsás kendőt, leterítette az asztalra, és az egyszeriben tel is tele lett étellel és itallal. Amikor mindnyájan ettek, ittak, a királyfi elhatározta, hogy tovább utazik. Ha visszafele jössz, ne feledkezz el rólam, mondta a tündérlány, és neki ajándékozta a terülykendőt. Hosszú hajózás után újra egy szigethez értek. Éppen falatozni kezdtek, amikor egy öreg asszony lépett hozzájuk, és ennivalóért könyörgött. Vegyél csak, van itt bőven, kínálta a királyfi. Ez az öreg asszony maga is tündér volt, csak ki akarta próbálni a királyfi jó szívét. Aztán hálából egy tarka köpenyt ajándékozott neki. Rázd meg ezt a köpenyt, mondta az öreg asszony, és ahová a darabjai hullanak, ott menten szép kert, nagy tó és hatalmas palota tárul eléd. A királyfi meg a kísérői megint felkerekedtek és tovább hajóztak. Nem sokára egy kopár szigetre jutottak, de ezen mit sem búsultak, csak leterítették a kendőt, és vígan lakmároztak. Ekkor egy öreg ember kért ennivalót tőlük. Az öreget is maguk mellé ültették, és amikor jól lakadták, a vándorember egy ezüst gombos aranypálcát adott a királyfinak. Ha bajba jutsz, mondta neki, csavard le az ezüst gombot, és annyi katonád lesz, hogy akár egy országot is elfoglalnak. Ha meg nincs rájuk szükséged, visszaparancsolod őket az aranypálcába. Örült a királyfi, nem is ment tovább, hanem rögvest hazafelé indult. Csak a tündérek szigeténél állt meg, hogy hazavigye a szépséges tündérlányt, aki várt rá. Mikor odahaza kikötöttek, látják ám, hogy fut az öreg király, még a koronája is leesett a nagy szaladásban. Vissza, fiam, vissza! Kiáltott a kis királyfira. Elvette az ellenség az országomat, meneküljünk! Egyet se búsuljon, apám, szólt a királyfi. Azzal lecsavarta az aranypálca ezüst gombját, és egyszeriben csak úgy dőlt a sok katona.
Az ellenség azt sem tudta, hogy mit évő legyen. Alig kezdődött meg a csata, már is futni kezdtek. Vissza se néztek, csak futottak. Amikor már minden szaladt, a királyfi visszaparancsolta a katonáit az aranypálcába. Most már partra szállhattak. Ezután egy szép tisztáson elővette tarka köpenyét, és megrázta. A varázsköpeny zöld darabjából egyszerre egy gyönyörű zöld kert, a kék darabjából egy nagy kerek tó, a fehérből pedig egy csodálatos gyémánt palota lett. Lám, mondta az öreg király, te hoztad a legdrágább kincset, a legidősebb fiam aranyát, a középső fiam drága köveit elvette az ellenség, te meg egy pálcával megmentetted az országomat. Mindjárt összeadta a tündérlányt és a királyfit, még a fele birodalmát is nekik ajándékozta. 7 nap és 7 éjjel állt a lakoma. A királyfi és a tündérlány pedig még ma is élnek, ha meg nem haltak. Vége.